A jazz műfajába kaphattak betekintést a kamaszok Nárai Erika segítségével, akit pénteken a Budapest Jazz Orchestra kísérte Hódmezővásárhelyre. Az énekesnő a fiataloknak délután beavató koncertet tartott, míg a felnőtteknek este egy nagy bulit csapott, ahol az idén 100 éve született Ella Fitzgerald munkássága került terítékre. A játszva tanulni elvet követte a Budapest Jazz Orchestra és Nárai Erika közös koncertje Vásárhelyen. A diákok többek között elsajátíthatták, hogy a szólistákat nem csak hogy lehet, de illik is megtapsolni még a dal közepén is. De az is kiderült, hogy egy klasszikus big band 17 főből áll fúvósokkal és ritmus szekcióval. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott ingyenes program az élő zenét népszerűsítette, és azt szerette volna a kamaszokkal megértetni, hogy a jó zene nem számítógépen születik. Ez sikerült is elérni, hiszen a közönség a végén állva tapsolt és énekelt. Én még eddig sosem voltam jazz koncerten, de viszont ez nagyon tetszett, és a jövőben is szerintem járni fogok. Én nekem már nagyon tetsző egy műfaj ez a jazz, mivel hogy ez a zenetípus arról is szól, hogy néhányszor lehet, sőt, a jazz az arról szól, hogy improvizálna benne. Ezt már az esti koncerten énekelte Nárai Erika, amely az éppen 100 éve született Ella Fitzgeraldnak állított emléket. A jazz nagyasszonya az énekesnő személyes kedvence is egyben, szerintem minden vele kezdődik és fejeződik be. Egész egyszerűen Ella az A és a Z, és persze vannak tényleg fantasztikus előadók a műfajban. De amit ő nem énekelt el, egyrészt az nem érdemes, másrészt meg de földolgozhatatlan mennyiségű dalt hagyott maga mögött. És hát ahogy szkettel, ugye a szketta, ez az énekes improvizáció, amiben hát lányok közül, nem is tudom, hogy nagyon ritka az, ha valaki ezt tényleg magas színvonalon űzi. Mivel Ella Fitzgerald nevéhez számos duett is fűződik, ezért Nárai Erika sem mindig egyedül, hanem a Bombom frontemberével, Szolnoki Péterrel énekelt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.